vagyok, hogy ennyien együtt vagyunk. A híres humoralistának, Sándor Györgynek a Kádár korszak végén, a 80-as években volt egy mondata, ami így hangzott. Tavasz van, sárba szökken a hantrabégió, nyílik a borókaár, a földi mogyoró, és kinyílik lassan a piszka is a zsebet. Kedves barátaim, én azt mondom nektek, csukjuk be azt a piszkát, mert még megszúr valakit. De ezzel szemben legyünk elszántak, nagyon elszántak, és kitartóak. Szeretném nektek rögtön a lényeget mondani. Nem egy napra jöttünk össze. Most először találkozunk így, de nem utoljára. Csak hogy Simon János barátom szokta mondani, folytatjuk. És addig folytatjuk, amit kell. De most beszéljünk arról, hogy miért gyűltünk ma össze, miért alakult meg a civil összefogás fórum, és mi a célunk. A célunk egyértelmű, többen elmondták azt. Követeljük a parlament azonnali önfeloszthatását és az előrehozott választások megtartását. Barátaim, amíg el nem érjük a célunkat. Ebben számíthatok rám, számíthatok kitűnő barátaimra, és számíthatok mindannyiunkra. Mi nem beszélünk mellé. Ígérjük nektek, hogy lesz erőnk és kitartásunk, hogy addig menjünk előre, amíg nem győzünk, amíg nem érjük el a céljainkat. Legyen ez a mottónk. Az eszközökben törvényesek, a célokban radikálisak vagyunk. De miért is kellett a civil összefogás fórumnak megalakulnia? Miért is követeljük az előrehozott választásokat, lehetőleg az EP választásokkal egy időben? Ennek három nyomós oka van. Először, olyan erőteljes és mély a politikai, gazdasági és erkölcsi válság Magyarországon, hogy ebben a helyzetben a civilek, az állampolgárok nem hallgathatnak, nem várhatják meg, hogy rájuk dőljön a ház. És ezért ki kell lépnünk a kádári megszokásból, mely szerint úgyis a fejünkre döntenek el mindent, úgysem szólhatunk bele semmibe. Felejtsük el végre a rossz megszokást. A jelenlegi, immár 7. évre regnáló baloldali balliberális kormány totális kőterített az országot. És jól látható, hogy most is képtelen a helyzet orvoslására tehetetlenül vergődik. Ebben a tragikus helyzetben a civileknek meg kell szerveződniük, és a nagy nyilvánosság előtt meg kell fogalmazniuk, hogy mit akarnak. Az átfogó válság leküzdése nem képzelhető el civilek, polgárok nélkül. Most a legégető, mindent megelőző kérdés a politikai, immáron kormányválság megoldása. Ezért most minden más kérdés, munkanélküliség, elszegényedés, szociális válság, nyomor, társadalmi feszültségek, etnikai ellentétek megoldása azzal kezdődhet el, ha a parlament feloszlik és előrehozott választások történnek. Melynek következtében hosszú agónia után végre társadalmi felhatalmazással és bizalommal rendelkező kormányzat kezdheti meg a munkáját. Másodszor, a jelenlegi kormány, amelyet még átmenetileg Gyurcsány kormánynak neveznek, szégyenletes módon elviselhetetlenül ragaszkodik a hatalomhoz. Úgy, ahogyan ez Európában, szerte a világban teljesen szokatlan, talán idén